Az energiaügyi válság megoldására egyeztetést kezdeményez az Energiaügyi Minisztérium az önkormányzatokkal, közölte a szaktárca. A válság nagy mértékben megnehezíti a fogyasztók helyzetét, nem beszélve a településekről és azok gazdálkodásáról. Az egyeztetés során a kormány és a minisztérium képviselői együtt tekintik át további kilátásokat. A tárca szerint az ellátás továbbra is biztosított a fűtési szezonban a lakosság számára, valamint akik továbbra sem lépik át az átlagfogyasztást, a rezsicsökkentett árat fizetik az energiáért. Az önkormányzatok rögzített árral juthatnak a működésükhöz szükséges erőforrásokhoz. Az Energiaügyi Minisztérium lehetőséget kínál az önkormányzatoknak a távhődíjak csökkentésére, a veszélyhelyzeti áramellátás bevezetésére, valamint a rögzített földgázára való áttérésre. Az, hogy az önkormányzatok milyen mértékű támogatást kapnak, vagy mi alapján kerülnek kiosztásra, egyelőre nem tudni. Na most az az érdekes helyzet állt elő, hogy az iménti másodpercekben tudtam meg Gémesi Györgytől, akinek jó reggelt kívánok, hogy a reggelt Magyar kívánok. Önkormányzatok Szövetségének elnöke a sajtóból tudta meg, hogy lesz egy ilyen egyeztetés, amit az Energiaügyi Minisztérium kezdeményez? Igen, hát hogy nem hívták még? Örülök neki, hogy lesz ilyen egyeztetés, de még nem kaptunk meghívót. Nyilván akkor ez útban van, és hát természetesen részt fogunk rajta venni, annál is inkább, mert a Magyar Önkormányzatok Szövetsége most már hónapok óta dolgozik egy energiastratégián, belevonva a szakértőket, belevonva a kereskedőket, belevonva az önkormányzatokat és mindenkit, aki e körül valamilyen formában feladattal bír, még szociális területet is, és ennek a folyamata lassan véget ér, a záró konferencia keretein belül, amikor ezt az anyagot nyilvánosságra hozzuk, tehát hogy mi a probléma, és milyen megoldásokat látunk. Tehát lehet, hogy éppen amikor ennek már lassan vége lesz, ennek a folyamatnak akkor lehetőségünk lesz mit elmondani. Mit tudnak még egyeztetni? Mert ugye volt már egy egyeztetés, igaz, az más körben olyan értelemben, hogy a kormány részéről talán egy kormánybiztos járta az országot találkozva az önkormányzati vezetőkkel, most meg akkor egy másik minisztérium kezdeményezte, de azért a problémák nyilván ugyanazok lesznek attól még, hogy másokkal tárgyalnak. A problémák ugyanazok, a források kevesek, az infláció nagyon magas, kérdezem, és a többi, és a többi. Tehát nyilván érdemes azért beszélgetni, és ezt én nagyon fontosnak tartom, természetesen. Jó, ha a kormány egyeztetésre hív bennünket. A kérdés, hogy mi lekerül az asztalra, mi az, amiben mi érdemben hozzászólhatunk a dolgokhoz. Ezért is jó, ha van egy anyag, amit elkészítünk, ami alapján tudunk érvelni, amit nem csak egy ember írt meg, hanem valóban egy nagyon széles körű egyeztetés előzte meg. Megjegyzem egyébként, én személyesen kértem is kihallgatást a miniszter úrtól, az energia... Kihallgatást? Hát egy meghallgatást, találkozót a miniszter úrtól, amire még nem kaptam választ. Lehet, hogy a válasz épp az lesz, hogy akkor nem csak velem, hanem minden önkormányzati érdekszövetséggel fognak találkozni. Szerintem ez jó dolog. A kérdés az, hogy valóban lesz-e érdemi egyeztetés. A problémáink nagyon erősek és nagyon nagyok, hiszen most készülnek a költségvetések, mindenki most szembesül a konkrét tényekkel és adatokkal, és nem csak energiáról van szó, hanem 2023 év működéséről, és hát esetleges fejlesztéseiről az önkormányzati szektorban. Mennyire segítség az a friss rendelet, ami a közlönyben pénteken jelent meg, és az a lényege, hogy az önkormányzatok, az egyházak és a költségvetési szerveknek lehetővé teszi a gázár fixálását most márciustól, majd szeptember utolsó napjáig, nyilván lényegesen jobb áron, mint hogyha valaki a tavaly nyár végi nagyon magas áron fixálta a szerződését. Hát ez egy jó dolog természetesen, és ez egy gesztusértékű lépése a kormánynak, de egy kicsit elkésett, hiszen itt nagyon komoly 350-360 eurós gázár mellett kellett nekünk az őszt és a telet végigcsinálnunk, legalábbis eddig. Ha most március eztől fixált áron kapjuk az energiát, az a fűtési szezon nagyon végére, amikor azért márciusban már enyhébb idő várható, reméljük egyébként, nem volt a tél se erős, de márciustól reméljük enyhébb idő várható, tehát igazán sokat nem segít. Ráadásul voltak olyan megoldások, hogy napi áron, tehát mindig egy hónappal előre tudtuk rögzíteni az árakat, és a kettő között nagy különbség nem lesz, de még egyszer nem nyavajogni akarok, és azt mondani, hogy ez most megint nem jó. Jó dolog, hamarabb kellett volna, és jó lenne a következő szezonban is, ami egyébként majd októberben kezdődik, és az lesz az izgalmas, akkor is megkaphatnánk ezeket a rögzített árakat. Most egyébként 70 euró alatt van a gáznak az ára, ez jó. Ez egyébként
még nem csoda, mert azért, ha ezt összehasonlítjuk a köbméter gázárával, ugye 100 forint volt a békeidőkben, ez most annak a 100 forintnak 4-4 és félszerese tulajdonképpen, de hát már nem a brutál 10-15-szörös ár. Ugye ez az egyik irány, amit egyébként azért szeptember végéig találtak ki, mert hogy senki nem lát előre a következő téli szezonra, ez volt az indoklás. A másik, amit pedig itt említettem már a beharangozóban, hogy a 10 000 fő feletti települések nem teljesen világos, hogy milyen szempontok alapján, de volt, amelyik kapott támogatást, Gödöllő is közéjük tartozik 86 millió forintot. Amikor meghallotta ezt az összeget, akkor mire gondolt? Vegyük gesztusértékűnek ezt a támogatást, tehát amikor támogatnak valakit, és valamilyen formában forrást kap, akkor nem azt kell nézni, hogy ajándéklónak ne nézd a fogát című dologra gondoljunk, hanem azt, hogy valóban van egy ilyen folyamat. Egyébként a szempontok ugyan nem világosak, de világosak. Nagyon keményen voltak benne belső politikai, külső politikai szempontok. Én csak a belsőre utalok. Debrecen 3,2 milliárdja, hogy arányik ugyanolyan nagyságrendű és gazdasági potenciál bíró Győr 260 milliójához. Tehát itt a belső problémák is azért elég világosan is lobbyerők látszanak. Érdekes, mert azért két fideszes... Hát ezért mondtam, említett, hogy két fideszes... Nem, hogy ellenzéki. Így van, így van. Tehát éppen azért említettem azt, mert azért beszélhetnék Budaörsről és Hódmezővásárhely is, hogy Hódmezővásárhely indok nélkül semmit nem kapott, és aztán a belső arányok is hogy alakultak. Nem ez a dolognak a lényege, itt a szempontok nem voltak világosak, illetve bizonyos tekintetben világosak, és ez a világos szempont nyilván az, hogy ne tudjon senki követni semmit, és ebben vannak politikai szempontok, vannak belső lobby szempontok is. De amikor megláttam a 86 millió forintot, akkor arra gondoltam, hogy hát igen, ez nagyon jó dolog, de éppen egy hónappal ezelőtt vettek el 75 millió forintot tőlünk. Tavaly januárban megítélték a közétkeztetésre az állami forrás, ugye állam, önkormányzat és a szülők adják össze a közétkeztetés forrását, és decemberben megkaptuk a papírt, hogy hát mégsem annyit, nem 75 millióval kevesebbet fognak adni. Tehát ez a kettő azért elég érdekesen aránylik egymáshoz, de ezt csak úgy nagyon zárójelben említem meg, hogy erre gondoltam. Mi az, amilyen javaslatcsomagot szeretnének letenni az asztalra az egyeztetésen? Ha azt mondja, hogy ez a rendelet és fixárosítás ez nem jó, ha a támogatás az kevés volt és kiszámíthatatlan volt, akkor mi az, amit javasolnak? A fixárosítás jó, legyünk biztonságban, tudjunk tervezni. És ne csak az energiárakat nézzük, hanem nézzük az inflációt, az élelmiszeremelkést, és azt a hatalmas bérigényt, amit teljesen joggal kérnek a dolgozóink egy 20%-os inflációnál. Az önkormányzatok működőképességéről kell beszélni, és nem arról, hogy most itt meg ott beletoldok valamit. Tehát át kéne végre gondolni azt, hogy január 1-én 2024-ben ne gyomorgörcsel ébredjenek az polgármesterek és a települések, ne a következő önkormányzati választás szempontjai érvényesüljenek a költségvetésben, hanem annak a 10 millió embernek a biztonsága, akik a mi településeinken laknak. Azért vagyunk felelősek, arra tettünk esküt, és azt szeretnénk végre már egyszer látni, hogy ez a biztonság megvan. Nem extra dolgokról van szó, hanem arról, hogy ki tudjuk fizetni a fűtésszámlát, bért tudjunk adni az embereknek, tudjuk a különféle egészségügyi, szociális szempontokat érvényesíteni a döntéseinkben, és biztonsággal tudjunk működni. Ez az egész egyszerű kérésünk. Van még egy témánk, amit a Telextől idézek, mert hogy a Telex úgy értesült, hogy bizonyos önkormányzati és nem csak önkormányzati tulajdonú fürdőket az állam szívesen átvenne, nyilván azokat, amelyekben van valamilyen turizmus szempontjából jó potenciál. Értesültek-e erről, és egyébként ezt mondjuk egy sanyargatott helyzetben lévő önkormányzat támogatná? Hát az igazság, hogy ugye sok fürdő bezárt, kétségen kívül az energiárak miatt. Ez kicsfürdő, nagyfürdő is volt. Ezek között mondjuk a nagyok bírták. Látni kell azt, hogy Magyarországon körülbelül 170 gyógyfürdő van, abból az energiaválság előtt is 11 volt nyereséges csak. Ezek között egyébként a legnagyobb nyilván a főváros, hatalmas fürdő komplexumával is nyereségesen tudja élni és túlélni ezeket az időket, vagy mondjuk beszélhetnénk Hajdúszoboszlóról is. Na most ezekre rátenné az állam a kezét, ez nem lenne tisztességes. Támogatni kell őket, mint minden mást. Támogatni kell a nehéz helyzetben, de hagyják meg önkormányzati tulajdonban, ugyanis hatékonyabban működik. Egy hatalmas nagy komplexum, látjuk ezeket már a nagy rendszerek államosításánál, nem működik hatékonyan. Az önkormányzati kontroll nélkül nem fog jól működni. Legyük a fővárosit, vegyük a Hajdúszoboszlait, vagy más fürdőket. A kicsik nagyon nehéz helyzetben vannak, vagy
ezt a néhány hónapot a bezárással túlélik, vagy pedig azt kell mondani, hogy fontos az embereknek a gyógyulása, hiszen ez gyógyfürdő, ide idősek járnak gyógyulni, akkor tegyük hozzá azt a minimális összeget valami támogatási formában, amiben ezeket a feltételeket biztosítani lehet az emberek számára. Na hát akkor meglátjuk, hogy érkezik-e majd konkrét ajánlat így a sajtóhíreken túl. Köszönöm szépen, hogy itt volt. És...